Ebben a sorozatban Jákob, azaz Jakab levelét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy mi is az, amit üzen, hogyan kerülhetünk közelebb Jahua útjához és az ő instrukcióihoz, illetve magához a Teremtőhöz, Jákob levelének segítségével. Jakab levelének harmadik fejezete pedig így kezdődik. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Meg ki fogja fejteni azt, hogy mit is ért ez alatt, illetve hogy miért is figyelmeztet, azonban az egyértelmű, hogy az nem szerencsés, hogyha túl sok tanító van, hiszen akkor összevisszaság alakul ki, ez az, amit ma láthatunk az interneten. Akit érdekel, hogy honnan lehet megismerni a hamis tanítót az igaztól, arról találni fog egy sorozatot, azt hiszem mind a két csatornán érdemes megnézni, de néhány verset olvasunk el azért, hogy tisztában lássunk ezügyben. Ez Debarim 5 Mózes 13, melyik kezdődik. Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad, és jelt, vagy csodát ad néked, ha bekövetkezik is az a jel, vagy csoda, amelyről szólott vala néked, mondván, kövessünk idegen hatalmasságokat, isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat, azaz ez a jövendőmondó proféta, vagy álomlátó képes csodálatos dolgokat tenni, ugyanúgy, ahogy többek közt az egyházakban is vannak csodák, gyógyulások, és különböző profétálások, mi egyéb. Még ha ez be is következik, de azt mondja, hogy más hatalmasságot, isteneket kövessünk, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat, akkor mi a teendő? Ne hallgass eféle jövendőmondónak beszédeire, vagy eféle álomlátóra, mert Jahua, a ti hatalmasságotok kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek én Jahuát, a ti hatalmasságot a teljes szívetekből, teljes lelketekből. Ugye ez az első és legnagyobb parancsolat, hogy szeresd Jahuát, a te hatalmasságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből. Mit jelent ez? Negyedik verszakból megtudjuk. Jahuát, a ti hatalmasságotokat kövessétek. Hogyan? Úgy, ahogy ő azt meghatározta az instrukcióban. És őt féljétek. Hogyan? Kövesd a Torát, aki féli őt, az úgy jár, ahogy ő parancsolta. És az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassátok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok. Ez az az út, amelyet járnunk kell. Innen ismerhető meg az, aki az igazságot mondja, és az, aki nem. De ha esetleg kételyek lennének e felől, 5 Mózes 7, 9, 12 tovább részletezi, és megtudjad, hogy Jahua, a te hatalmasságod, ő Elohim, hűséges Elohim, aki megtartja a szövetséget, és az irgalmasságot, azaz a kegyelmet, ezer íziglen azok iránt, akik őt szeretik. Hogyan? Az ő parancsolatait megtartják. Hiszen a szövetség, mikor megköttetett, egy instrukció listával érkezett. Az, aki a szövetség része akar lenni, úgy él, ahogyan ő azt meghatározta. Ezért köti a szeretetet ehhez a szövetséghez, és az úgymond Torához, az ő instrukcióihoz. Tízes. De megfizet azoknak személy szerint, akik őt gyűlöli. Ki az, aki gyűlöli? Aki nem tartja meg a parancsolatot. Elvesztvén őket nem késlekedik az ellen, aki gyűlöli őt, megfizet annak személy szerint. Kétszer megismétli, hogy nyomatékosítsa a figyelmeztetést. Tartsd meg azért a parancsolatot, a rendeléseket, a végzéseket, melyeket én a mai napon parancsolok néked, hogy azokat cselekedjed. Mert ez az, ahogyan kifejezi az ember a szeretetét, házasságot kötött egy néppel, ehhez csatlakozhat bárki, ha az instrukciók szerint él, mert az instrukciók maga a szeretet és a tisztelet. 12. Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat, Jahua a te hatalmasságot is megtartja néked a szövetséget, és irgalmasságot, mely fölött megesküdött a te atyáidnak. Azaz maga a szövetség az, aminek engedelmeskednünk kell. Ha engedelmeskedtek a végzéseknek, megtartjátok, teljesítitek azokat, akkor ő is megtartja a szövetséget, hiszen ez a szövetség. Maga az instrukciók, a Tora, a szövetség.
a teremtő és az ő gyermekei között. Még egy nagyszerű hely, ahol hamis profétáról lehet olvasni, Jeremiás, Jeremiahu 23-as, és ez a 9-estől a 18-as versig. Megpróbálok gyorsan haladni, mert erről már szó volt, ahogy mondtam, a hamis proféták videóban érdemes megnézni az egészet. A proféták miatt megkeseredett az én szívem, én bennem minden csontom reszket, olyan vagyok, mint a részeg férfi, és mint a bortól elázott ember, Jahuáért és az ő szent szaváért, vagyis igéért. Azaz, tudja, hogy a proféta ez ellen szólt. Mert betelt a föld paráznákkal, ugyanúgy, ahogy ma, mert hamis esküvés miatt gyászol a föld, pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis. Mi a gonoszság? Erről is szó volt már Hezekiel 18:20-21, ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, és mit csinál? Megtartja minden parancsolatimat, és a törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen meg, ne haljon. A gonosztevő az, aki nem tartja meg a parancsolatot, és nem a törvény szerint cselekszik, mert a törvény az igazság. Nem csak Jeremiáhu az, aki figyelmeztet arra, hogy a gonoszság nem fog működni, hanem ugyanígy, és Jáhu Ézsaiás 5-ös fejezetben így ír a 20-as versben. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Ez a mai világ. Az, ami feje tetejére állítja a törvényeket, és elfogadtatja az emberekkel, és elhiteti velük, hogy ezek jó dolgok. Ugyanúgy, ahogyan a homoszexualitás, a házasságtörés, a paráznaság, az össze-vissza öltözés, a meztelenség, a trágárbeszéd, mindenki megy a saját feje után, ezek mind azok, amikor a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, az édes keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Azok, akik úgy értelmezik az írásokat, hogy megfeleljen a saját életmódjuknak. Azokról beszél, akik nem követik az írásban leírt instrukciókat. Ők azok, akik bölcseknek látszanak maguknak. A filozófusok, a teológusok, akik a logikát használják, akik azt mondják, hogy én a szívemre hallgatok, hogy én jó vagyok, majd én tudom, majd én megtanulom, majd én kitalálom. Ezek azok az emberek. Nézzük tovább Jeremiáhu 23-as fejezetet. Mert mind a proféta, mind a pap igaztalanok, mert még házamban is megtaláltam az ő gonoszságukat, azt mondja Jahua. Azért az ő útjuk olyan lesz, mint a sikamlós utak a sötétben. Megbotlanak és elesnek, mert veszedelmet hozok rájuk, az ő büntetésüknek esztendejét. Azt mondja Jahua, a Samária beli profétákban is bolondságot találtam. Mi a bolondság? Az, hogy Baál nevében profétáltak, elcsalták az én népemet, és rá. Manapság mindenki szinte kivétel nélkül Baál nevében profétál. Mindenki, aki nem arról beszél, hogy mi az út vissza a szövetségbe, ami a Tora, az instrukciók, amit az ember teljes szívéből, teljes erejéből végrehajt, és azt keresi, hogy vajon hogyan igazodhatna szorosabban hozzá. Nem azt, hogy hogyan találhat kibúvót, hogy ezt miért nem lehet, vagy azt miért nem lehet, hanem azt, hogy hogyan lehet. Mindazok, akik nem így élnek, azok Baál nevében profétálnak, hiszen Baál hirdeti a törvénytelenséget, minden olyan hatalmasság vagy istenség, ami a törvények ellenére beszél, az mind ebbe a csoportba tartozik. 14. De a jeruzsálemi profétákban is rúdságot láttam, ugye már ekkor két királyság volt, Jahuda, vagyis Júda és Jeruzsálem, azaz Izrael királysága. Paráználkodnak, és hazugságban járnak. A paráznaság és a hazugság nem fér bele. Mi a paráznaság? Az bármiféle nemi élet a házasság kapcsolaton kívül. A hazugság az egyetemű mindenki számára gondolom. Sőt, pártját fogják a gonoszoknak. Ugyanúgy, ahogy ma. Ma a törvény azt védi, aki megszegi a Torát, a teremtő utasításait. Annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságában, mint ma. Szinte senki nem hajlandó. Mindenki a kibúvót keresi. Olyanok előtte mindjárt, mint Sodoma és a benne lakók, mint Gomora. Ugyanez jellemző, illetve ugyanez gondolja a mai társadalomra. A jót gonosznak hívják, a gonoszt jónak.
elfogadtatják a gonoszt, azt védik, az emberek mellékvágányokat keresnek, kerülő utakat, hogyan nem lehet csinálni, hogyan nem kell csinálni, hogyan lehet ezt, azt igazítani a saját életemhez abból, amit ő mondott. A helyet, hogy azt próbálnánk keresni, hogy hogyan lehet a mi életünket ahhoz igazítani, amit ő mondott. És akkor lehetne megérteni igazán, hogy mi az üzenete ennek az egésznek. Mert bár az ember szeretheti fele barátját úgy, hogy ne lop, ne csalj, ne hazudj, meg ne kívánt, meg ne csináld ezeket, de Jahuá csak az ő általa leírt instrukciók mentén tudja az ember szeretni. Azért írta le az ünnepeit, azért hangsúlyozza a szombatnapjait, az öltözéket, az étkezést, az összes többit, mert őt csak így lehet szeretni. Az ember társakhoz való szeretet ki lehet találni. A hozzávaló szeretetet ki lehet találni részben, de vannak olyan dolgok, amiket ő leírt, amiket ő úgy szeretne, hogy legyen. Ezért ezt mondja a seregek hatalmassága a proféták felől. Ímé űrmöt adok enni, mérget adok inniuk, mert jeruzsálemi profétáktól ment ki az igaztalanság minden földre. Hiszen ők azok, akiknek hirdetniük kellett volna, azonban onnan áramlott ki ez a gonoszság minden földre. Ami már az egész földet beborította, hiszen mindenki a saját feje után megy. Ezt mondja a seregek hatalmassága, ne hallgassátok azoknak a profétáknak a szavait, akik néktek profétálnak, elbolondítanak titeket. Az ő szívöknek látását szólják, nem Jahuva szájából való. Mi az ő szájából való? Az ő instrukció. Aki nem ezt mondja, az arra figyelmeztet, arra ne hallgassatok. Mert elbolondítanak titeket, rossz útra terelnek, nem azt mondják, ami az ő szájából való. Mi az ő szájából való? A Tora, a proféták és a Zsoltár. Ez az, ami az ő szájából való. Aki nem ezt mondja, arra ne hallgassatok. Mit mondanak ezek? Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Ezek a proféták mondják azoknak, akik a kibúvókat keresik, akik azt keresik, hogyan lehet az ő életüket hozzáigazítani. Jahua instrukcióhoz. Azt mondta Jahua. Azaz a proféták, ezt mondják az embereknek Jahua nevében. Békességetek lesz néktek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondták, nem jött ti rátok veszedelem. Nem ez az, ami történik manapság. Mit mondanak a legtöbben? Minden rendben lesz, csak kövesd a szíved, az az igazságot majd megtalálod, csak hallgass a szívedre, csak szeress mindenkit, ő mindenkit elfogad, ő mindenkit szeret, ő mindenkit a végén majd ott fog körbe-körbe a tábortűz körül ünnepelni. Ugyan azt mondják ma, mint amit akkor mondtak, hogy békességetek lesz nektek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. A bolondok. Azok, akik majd kitalálják ahelyett, hogy elolvasnák, és megpróbálnak értelmezni azt, hogy mi is az, amit leír. 18. Mert ki állott Jahua tanácsában, és ki látta, és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére, és hallotta? Senki nem foglalkozott. Már akkor sem, mint ahogy ma sem, szinte. Még az is, aki igen, még azok közé is a legtöbben azt keresik, hogy hogyan lehet nem csinálni dolgot. Hogyan lehet egyszerűbbé tenni azt, hogy az életünket hozzá kell igazítani az ő instrukcióihoz. Erre figyelmeztet Jakob az első verszakban egyből. Későbbiekben ki fogja fejteni, hogy pontosan mire gondol, azonban a beszéd az a téma, amiről ez a fejezet szól, illetve ami körül forog az egész. Nem csak a profétálás, nem csak a tanítás általánosságában véve az, hogy hogyan kommunikál az ember. Meg fogjuk érteni és látni azt, hogy mi az, amit Jakob erről fontosnak tart, és mi az, amire figyelmeztet minket ezzel kapcsolatban. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Tudjuk, hogy vétkezünk. Tudjuk, hogy egy úton járunk, mint egy gyermek. A gyermek, ahogy növekszik, föltanulja meg a dolgokat, hogy hogyan kell élni, és tanul, és egyre jobban alakul ahhoz a törvényrendszerhez, amit az a család elvár. Ugyanúgy, ahogy mi is járunk az úton, egyre jobban megismerjük a törvényt, egyre inkább beépítjük az életünkbe, egyre inkább idomulunk ahhoz, amit ez a család elvár, akinek a családfője
Jahua az atya, és Jahusa a fiú az, aki közvetít közte és köztünk. Mindannyian vétkezünk, nem arról van szó, hogy nem, arról van szó, hogy aki nem is érdekel, hogy mi a rendszer, vagy nem foglalkozik vele, az nem tartozik bele ebbe a családba. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Valaki szeretné ezt hallani a Siák szájából, akkor az Matteus 12-es fejezet 31-37-től megtalálhatja. Ez az, amit érdemes mindenkinek elolvasni, az egész fejezet természetesen, de nézzük meg, hogy mit is mond. Mérges kígyóknak fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Azért mondja, azért hasonlítja kígyókhoz őket, mert természetesen a kertben, a kezdet kezdetén is az volt az, ami a problémát okozta. Azzal, hogy nem igazat mondott, hanem hazudott. Nem 100%-ban hazudott, hanem csak hozzáadott dolgokat ahhoz, amit az atya parancsolt Ádámnak és Hávának, Ádámnak és Évának. Ez a probléma azzal, amit az ember mond. Ha az ember nem a teremtő utasításai szerint él, vagy azokat mondja, akkor ő is hozzáad, vagy elvesz ahhoz. Ezért hasonlítja őket kígyóhoz. Meglátjuk azt, hogy mit mond még erről. A másik az, hogy a kígyót mindenki ismeri. A kígyónak a nyelve folyamatosan kín van a szájában, olyan, mintha mindig beszélne valamit. Ezért mondja, ezért hasonlítja hozzá őket még ezen kívül. De a végén ezt is meg fogja magyarázni, hogy ez miért fontos. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Ezért figyelmeztet Jakób is, és ezért figyelmeztet a Mesiák is. A probléma nem az, amit mondunk, a probléma az, hogy amit mondunk, az a szívből jön, és elárulja az embernek a lelkét, hiszen a lélek az a szívben lakozik. Ezért mondta, hogy a parancsolataim legyenek a szívedben, hiszen ha az van ott, akkor az jön ki a szádon, akkor nem járhatsz rossz úton. Azonban a legtöbb embernek nem az van ott. Ezért figyelmeztet, mert a szívnek teljességéből szól a száj, elárulja, hogy mi van az ember lelkében. Jesiáhu 51.7-es fejezet, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van a törvényem. Az igazság az ő törvénye, azt akarja, hogy ez legyen az ember szívében. Ezért mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj, ha az embernek ez van a szívében, a törvénye, akkor nem járhat rossz úton. A probléma az, hogy nem ez van ott a legtöbb esetben. Jesiáhu ezt mondja, és a Tehelim 40-es fejezet szintén erről beszél, hogy teljesítsem a te akaratodat, az ő akaratát akarja teljesíteni, ezt kedvelem. Az akaratát akarja teljesíteni, és ezt kedveli ráadásul. Mi az a te törvényed, a keblem közepette van? Ez az ő akarata, ez az, amit ő elvár tőlünk, és ez az, amit elvár, hogy mi kedveljük, és a kettő együtt az, amit ő akar, hogy a törvény az ember szívében legyen. Ezért mondja azt a Mesiák, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Kiderül az, hogy az ember az úton jár, vagy sem. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. Mi a jó? Az, aki az ő útján jár, az ő parancsolatai teszik jóvá az embert. És a gonosz ember, amit láttuk Jézikájel 18-as fejezetben, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincsébe hozza elő a gonoszokat. A gonosz nem a szarvas, szárnyas, piros bőrű dolog. A gonosz mindaz, ami a törvények ellenére történik az ember életében. Hiszen az az, ami eltereli őt a helyes útról. Minden törvény azért van, hogy az embert rajta tartsa az úton. Ezért írja azt Misli példabeszédek 6-os fejezet, 23-as, hogy a lámpás parancsolat és a tudomány világosság, életnek úta a tanító fedések. Hiszen a parancsolat az a lámpás, amivel az ember el tud igazodni a világban. A 36-os. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Az, hogy én tudom, ezt lehet, majd én kitalálom, én megyek a szívem után, én jó vagyok, engem szeret, engem elfogad, stb. Stb. Minden hivalkodó beszédért számot fog adni az ember.
És ha valaki azt gondolja, hogy ő mindenkit el fog fogadni a végén, akkor nem lenne ítéletnap, hogyha ez így lenne. 37. Mert a te beszédidből ismertete igaznak, és a te beszédidből ismertete hamisnak. Ezért mondja, hogy figyelj arra, hogy mi az, amit beszélsz. Az embert elárulja a beszéde. Az, amit mond, megmutatja annak, akinek van értelme, hogy az az ember melyik úton jár. Ezért figyelmeztet arra a mesiák, hogy hogyan is kellene élnünk. És mi az, amit mondanunk kellene. Hiszen mindenről számot ad az ember. Így, hogyha megnézzük Tehelim 119-es fejezetet, 142-144, újra egy másik szemszögből értelmezhetjük. A te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz, amiről ő beszél itt, hogy igaznak ismertete, az nem a mi definíciónk szerint igaz, hanem az, amit itt leír. A te igazságod igazság örökké, a te törvényed az igaz. Ha te igaznak fogsz majd ismertetni, az azt jelenti, hogy te a törvényeket beszéled. Azok jönnek ki a szívedből, mert azt akarja, hogy az legyen az ember szívében. Ezért mondja azt, hogy ez igaz és örökké igaz. 144-es. A te bizonyságaid igazsága örökké való. Nem csak a törvényei, a bizonyságai, a rendelései és minden egyéb, ami tőle származik. Ez az, ami igaz, és ez örökké igaz. Ez oktas, hogy éljek. Taníts meg rá, adj értelmet, hogy megértsem, hogy ez legyen a szívemben, hogy ezt beszéljem, hogy úgy éljek, és része legyek a szövetségnek. Aki képes, hogy visszatérjünk ki a kóphoz, aki képes megzabolázni a nyelvét, azaz meggondolni azt, hogy mit beszél, és azt mondja, amit a Teremtő tanácsolt nekünk, ha azon az úton jár, ha keresi, kutatja, meg akarja érteni, megváltoztatja az életét az alapján, az képes megzabolázni a nyelvét. Ezért akarja, hogy az ember nyelve meg legyen zabolázva, mert tudja, hogy mi az, ami ezzel járna. Az, hogy a szíve is megváltozna. De meg fogjuk látni, hogy miért. 3. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. A zabola, vagy zabla, amit a lovak szájába tesznek, ez a törvény, ami gátat vett annak, hogy a ló össze-vissza menjen, hogy mi össze-vissza cselekedjünk mindenféle dolgokat. Ezért mondja azt, hogy zablát tesz az állat szájába, és ez ezáltal engedelmeskedik. Ő a törvényt teszi az emberek szájába, hogy ezt beszéljék, és ezért ez lesz a szívükben, és így engedelmeskedik majd neki, és a helyes úton fog járni. Érdekes az, ami Misli példabeszédek 26-os fejezetben olvasunk, 3-as, 4-es versben. Ostor a lónak, fék a szamárnak, vesző a bolondok hátának. Ne felejj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonlatos. Miért az ostor, a fék, a vesző a bolondok hátának, ez mind a büntetés azért, mert az ember nem jár az instrukciók szerint. Azt tanácsolja, hogy ne felejj meg a bolondnak úgy, ahogy ő, mert akkor te is olyan leszel, mint ő. Ki a bolond? Ez Tehelim 14-es fejezetből kiderül. Azt mondja, a balgatag, azaz a bolond az ő szívében. Nincs Elohim. Ez a bolond. Mindenki, aki azt mondja, hogy nincsen Elohim, vagyis Isten, az mind bolond. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek. Nincs, aki jót cselekedjék. Mi a jó az ő instrukciói. Jahua letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes Elohimet kereső. Ki az értelmes, aki tudja, hogy van Elohim, és keresi őt. Hogyan tudja megtalálni? Úgy, hogyha elolvassa ezt a könyvet, ha elkezd járni az instrukcióban, és egyre többet és többet fog majd felfedni neki, ugyanúgy, ahogy a gyermek tanul. Ezért mondja, hogy a gyermekeké a királyság, mert a gyerek fokozatosan tanul, a gyermek alázatos, a gyermek akar tanulni és érdeklődik. Ez az, aki értelmes, aki jár ezen az úton. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Mert a jó az, amit ő jónak tart, az, aki keresi, az az értelmes, aki keresi, az elkezdi
utána megtalálni, és aki értelmes, az úgy jár, és úgy fog cselekedni, és az az, akit ő keres, és akit majd ő az ő gyermekének fog tartani a jövőben, a királyságban, és itt a földön segíteni fogja. Négyes, ímé a hajók is, noha mi nagyok és erőszelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ugyanúgy, ahogy a ló a zabla segítségével irányítva van, ugyanúgy irányítjuk a hajót is azzal a kis lapáttal és a kis kormánnyal, ami kicsi ahhoz képest, amekkora a hajó, vagy az abla kicsi ahhoz képest, amekkora a ló, vagy a nyelv kicsi ahhoz képest, amekkora az ember. Ennek ellenére az irányítja az embernek a sorsát, és az embert itt a Földön, hiszen az az, ami megmutatja számunkra, hogy mi van az ember szívében. De erről beszél az ötös versben, ezenképpen a nyelv is kicsintag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt. Hiszen az a kicsi tag, az embernek az a kicsi testrésze, az egész embert elárulja, és irányítja annak életét. Nem csak az, amit mond, hanem az, ami bemegy a fülén, amit hall másoktól. Ezért figyelmeztet arra, hogy aki megtudja a nyelvét zabolázni, mint a lovat, azt a kicsi testrészt, azzal a kicsi zablával, akkor az jó úton jár. Különben ez a kicsi tag mekkora problémákat tud okozni. Hatos verszak. A nyelv is tűz. Gonoszságnak összessége. Mi a gonoszság, már megnéztük, mindaz, aki nem a törvények, a tora, az instrukciók szerint él. Az az igazság, ez a gonoszság. A gonoszságnak összessége, hiszen összefoglalja azt, ami az ember szívében van, összegzi azt, ahogyan az ember él. Két út áll az ember előtt, a keskeny út, vagy a széles út. A keskeny út, a tora által kijelölt út, a széles út, minden más. Ezért mondja, hogy összegzi azt, hiszen megmutatja, hogy az ember milyen úton jár. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, lángba borítja élet folyását. Lángba borítatván a gyehennától. A nyelv is tűz. Hiszen az egész testet megfertőzi. Megfertőzi az egész testet, és a végén az embert magát is elpusztítja, hiszen az, amit beszél az ember, az van a szívében. Amit hallgat az ember, az bekerül a szívébe. Elárulja az ember. Úgyhogy érdemes az embernek odafigyelni arra, hogy mit gondol, és mit mond azután. Úgyhogy inkább ezért javasolja azt, hogy jobb, ha csendben marad az ember, mert akkor időt ad magának arra, hogy átgondolja, és így aztán az, amit mond, nem fog majd ellene tanúskodni az ítélet napján. Önmagát is elpusztítja a nyelvezzel. Visszautalva a bolondra. Aki nem csak a többi embert fertőzi meg, hanem önmagát is elpusztítja. Azonban teljesen mindegy, hiszen a nyelvet, ha nem zabolázza meg az ember, akkor az csak össze-vissza fog mindenféle dolgokat mondani. Már 9-es fejezetben olvashatunk a Gehennáról, csak ezt az egy példát szeretném mutatni. 43-tól 49-ig, és ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le azt jobb néked, csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a Gehennára, a megoldhatatlan tűzre. Ez az a tűz, amiről a Jakob beszél, hogy ide juttatja az embert a nyelve, hogyha nem zabolázza meg. Ugyanúgy, ahogy a keze. Vagy ugyanúgy, ahogyan a lába, ugyanúgy, ahogyan a szeme. Hiszen a 45-ösben így ír, és ha te lábad botránkoztat meg, téged vágd le azt, jobb néked sántán bemened az életre, mint két lábbal vettetned a Gehennára a megoldhatatlan tűzre. Ugyanúgy, ahogy a 47-esben, és ha te szemed botránkoztat meg téged, vágd ki azt, jobb neked fél szemmel bemened Elohim országába, mint két szemmel vettetned a tüzes Gehennára. Ugyanúgy, ahogy Jakob tanácsolja, hogy ha a nyelved az, ami megbotránkoztat téged, akkor vágyd ki azt, jobb néked nyelv nélkül bemenned, mint hogy a nyelveddel a Gehennára jutni. Ugyanez a vonulat megy végig. A kéz jelképezi az ember cselekedeteit. A láb jelképezi azt az utat, amin jár, azt a gondolatmenetet, azt a lélek, ami az emberben van, hogy hogyan nyilvánul meg benne az a szeretet, amit
Jahuat akart, hogy bennünk legyen, azaz a járása az emberek, az út, amin jár, a szeme pedig az a test kívánságát jelképezi. A nyelv pedig azt, ami kijön az emberből, a nyelv összefoglalja mindezeket, hiszen elárulja azt, hogy mi van az emberben. Szóval az ember cselekedetei, az út, amin jár, illetve az, hogy hogyan korlátozza az ő vágyait, a test kívánságát összefoglaltatik abban, ahogyan megnyilvánul. Ezért mondja azt Jakob, hogy a nyelv az olyan, mint a zabla, vagy olyan, mint a kormány, hiszen összefoglalja az ember egész lényét, azt, ami az ember szívében lakik. 7. vers, Jakob 3. fejezet, mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelidíthető, és meg is szelidítetett az emberi természet által. Azaz az ember képes volt uralkodni az egész világon, most már láthatjuk, hogy gyakorlatilag mindent képes az ember uralma alá hajtani. 8. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezért beszél arról a mesiák, hogy viperákhoz hasonlítja őket, mikor, amit olvashattuk az előbb. Hiszen méreggel teljes az ember nyelve, amit mond, az nem csak saját magát fertőzi meg, hanem a többi embert is, aki körülötte van. Fékezhetetlen gonosz az. Az ember alapvetően gonosz. Erről beszél a teremtő. Onnan tudjuk, hogy elmondta ezt nekünk. Beresít 8-as fejezet 21-es. És megérezi Jahua a kedves illatot, és mondja Jahua az ő szívében. Azért mondja, hogy az ő szívében, mert az ő szívében nyilván az ő parancsolatai vannak. Számára fontos az, hogy mi van a mi szívünkben, hogy az legyen, ami az ő szívében van. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Mi az, ami megváltoztatja ezt? Az, ha az ő parancsolatai kerülnek a mi szívünkbe. Ezért kell, hogy az ember ismeri a parancsolatokat. Ezért kell, hogy legyen egyfajta instrukció, egyfajta törvény, hiszen az ember gonosz az ifjúságától fogva. Ha hagyjuk, hogy a gyermek felnőjön úgy, mint egy gaz, mint a legtöbb, akkor látjuk azt, hogy mi a vége annak. Az, hogy össze-vissza mindenféle dolgok elfogadhatók lesznek a világban. Ez az, ami számára gonoszság. Ezért mondja, hogy az ember szívé gonosz van. A gyermek, hogyha hagyjuk, akkor mindenféle káoszt okoz a családban. Ezért van nevelés. Ezért mondja, hogy gonosz. Nem úgy gonosz, hogy szarva van, meg szárnya, meg piros lesz a bőre. Úgy gonosz, ami szerinte gonosz. Amit ő leírt, hogy gonosz. Amit nekünk meg kellene ismernünk. Ezért mondja azt, hogy gonosz. Nem úgy értelmezi, hogy mindenkit megölne az a gyerek. Arról van szó, hogy nem engedelmeskedik az ő instrukcióinak. Számára ez a gonosz. Az, hogy mi mit gondolunk róla, annak nincsen jelentősége. Az a lényeg, hogyha a gyermeket nem neveli az ember a tora, az instrukciók szerint, akkor gonosz lesz a teremtő szemében, hiszen a gyermek korától kezdve benne van ez a mag, ez a gonoszság, a bűnre való hajlam. Erre gondol, hogy az gonosz. Ugyanúgy, ahogy elmagyarázza ezt Beresít 6-os fejezetben, és látá Jahua, hogy megsokasult az ember gonossága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Mi a gonosz, ami szerinte gonosz, ami ellenére van az ő instrukcióinak, ugyanúgy, ahogy ma. Ő ugyanúgy néz a földre, mint akkor Bábel esetében nézett. Ő számára ugyanúgy gonosz a legtöbb ember, hiszen nem az ő instrukciói szerint él. Lehet, hogy nagyszerű dolgokat visz véghez, vagy profétál, vagy azt csinál, amit akar. Aki gonosztevő, aki nem az instrukciók szerint él, és nem teljes szívből csinálja azt, az mind gonosz, ugyanúgy akkor, ahogyan most. 9-es vers, Jakób 3-as fejezet. Ezzel áldjuk Elohimet és atyát, azaz a nyelv az, amivel Elohimet és atyát áldjuk, és ezzel átkozzuk az embereket, akik Elohim hasonlatosságára teremtettek. Ezt ugye megtudhatjuk 1 Mózes első fejezetből. A lényeg, amit ezzel el akar mondani, amit ki fog most fejteni, 10-es, ugyanabból a szájból jöjjön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lennie. Az ember nem mondhatja azt, hogy ő szereti a teremtőt, hogyha az embertársaival nem úgy viselkedik, és nem mondhatja azt, hogy ő szereti a teremtőt, ha az embertársait szereti, de nem engedelmeskedik neki.
az egyik vagy a másik csoportba a legtöbb ember beleesik, legtöbben a másodikba. Mindenki szereti a fele barátját, amíg beszélni kell, amíg arról van szó, hogy ő mindenkit szerető, mindenkit elfogad, mindenkinek joga van az élethez, bla bla bla. Mikor cselekedni kell, az egy másik dolog, azonban a legtöbb ember nem hajlandó elfogadni Jahua a teremtő, az atya utasításait, így őt nem szereti. Erről beszél itt. Az embernek mind a kettőt be kell teljesítenie. Miért? Mert ez a két parancsolat az, amin az egész törvény függ, ahogyan azt megtudtuk a mesiáktól. De ez nem csak most van így, ez így volt mindig is. Deberim 6-4-6, Had, Israel, Jahua, ami hatalmasságunk egy, Jahua. Szeresd azért, Jahuát, a te hatalmasságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és ez ígék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Újra ugyanarról beszél, amiről mindvégig szó volt ma, hogy a szívedben legyen az ő parancsolata. Ez az, ahogyan szereted őt. Ez az első nagy parancsolat. Mi a második? 3 Mózes, Vaikra 19-18. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok Jahua. Ez a második parancsolat. Mind a kettőt be kell tölteni az embernek ahhoz, hogy ő az úton járjon. Erről beszél itt Jakob. Áldás és átok nem jöhet ki az ember szájából. De nem kell elhinnie senkinek nekem, hiszen már 12-es fejezetben a 28-32-es versig elmondja a Mesiák maga, hogy ez a dolog, amiről itt Jakob beszél, az, hogy magát a teremtőt és a fele barátainkat is szeretnünk kell, az a két legfontosabb törvény, amin az összes többi függ. Ez nem azt jelenti, hogy a többi nem fontos, ez azt jelenti, hogy ennek kell lennie az ember szem előtt. 28. Akkor hozzámenvén az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezi tőle. Ugye a farizeusokkal vitatkozott a Mesiák, oda ment az írástudó, hogy ő is próbálta tegye. Melyik az első minden parancsolatok között? Jahusa pedig felele néki minden parancsolatok között, az az első. Halljad, Israel, Jahua, mi hatalmasságunk, egy Jahua. Szeresd azért Jahuát a te hatalmasságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az előbb láttuk, hogy ezek idézetek a Torából, igazság szerint. Akkor minek utalna vissza rá, ha már nem fontos? Miért változna meg, ha már akkor is ez volt a parancsolat? Mi változna meg? Ugyanaz maradt az egész. Csak emlékeztetni kellett az embereket, mert elfelejtették, mint ma. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ez a kettőn függ az egész törvény, hiszen a törvény az a szeretet lebontva. Az, hogy mi szerinte a szeretet. Nem a világ szerint, vagy szerintem. Hiszen láttuk, hogy az ember szíve a kis korától kezdve gonosz. 32. Akkor mondanék ki az írástudó, jól van, Adonai, igazán mondád, hogy egy Elohim van, és nincsen kívüle más. 11-es Jakob 3-as fejezet. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezteti édest és keserűt? Avagy atyám fiai teremhet éj, fügefa, olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet? Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szerítségével. Azaz, nem lehet az ember kétféle. Nem áldhatja a teremtőt, és átkozhatja a fele barátait, vagy nem szeretheti a fele barátait, és közben megveti a teremtő utasításait. A kettőnek együtt kell jönnie, ugyanúgy, ahogyan a forrás egyfajta vizet ad, vagy egy fa egyfajta gyümölcsöt terem. Mindent úgy alkotott meg a Földön, hogy elvezessen minket az ő törvényéhez, hogy azt példázza. A forrás, az időjárás, a természet, az állatok, a növények, minden azt példázza, ahogyan nekünk élnünk kellene. Mindenből valamit tanulhatnánk, ha úgy járnánk. De csak úgy tudjuk megérteni ezt, ha az ő útján járunk. Csak akkor fog értelmet adni nekünk, ha őt keressük, és a hajlandók vagyunk alázattal is engedelmesen járni azt az utat. Különben
az egész egy káosz lesz, az egésznek semmi értelme nem lesz számunkra. Azonban, ha úgy járunk, akkor mindenből tudunk tanulni. Hiszen ezért teremtett mindent, hogy elvezessen minket hozzá. Ezért szaporodnak úgy az állatok, ezért szaporodnak úgy a növények, ezért néznek ki úgy a dolgok, ezért működik úgy az időjárás, az évszakok. Minden ezért van, hogy elvezessen minket hozzá. A nagy probléma az, hogy az ember nem akar engedelmeskedni. A bölcs és az okos megmutatja az embereknek a cselekedetei által az ő szelídségével. Azaz ő úgy viselkedik az embertársaival, és úgy él, hogy megmutassa, hogy példát mutasson. Így lehet majd ő lámpás. 14. Ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ha pedig az ember nem az úton jár, vagy letér róla valami oknál fogva, akkor legalább fogja be a száját, és maradjon csendbe, hiszen az igazság ellen fog szólni. Mi az igazság? Ezt már megnéztük az előbb, Zsoltárok 119, 142, 144, de ugyanúgy Zsoltárok 119, 30, 34, vagy az egész könyv bárhol. Az igazság Jahua szava, az ő instrukciói a Tora. Fogja be a száját, hogy ne szóljon az igazság ellen, hiszen ha kinyitja a száját, és abból nem a Torával egyező dolog jön ki, akkor már az igazság ellen szól. Az irítség, a cívódás, a dicsekvés vagy a hazugság, azok nem férnek meg az ő útjával. 15. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem a földi, testi és ördögi. Ezek a dolgok, az irítség, a cívódás, a dicsekvés, a hazugság, ez az ostoba életforma, amit ma a legtöbb ember választ, hogy a saját feje után megy, majd én a saját szívemre hallgatok, majd én tudom, majd én kitalálom. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, ami tőle jön, ami az ő utasításai, ami hosszú életet biztosít itt és majd a következőben, hanem egy földi, egy testi, egy ördögi, ami az ellenség győzi meg az embert, hogy majd te kitalálod, te jó vagy, majd így, majd úgy. 16-os. Mert ahol irítség és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Hiszen ezek a dolgok, minden, ami nem az ő instrukciói szerint van, elvezet tőle, és a másik út, az pedig az ellenség útja. A széles út az, amikor az ember azt hiszi, hogy jó úton jár, azonban elvezet a teremtőtől, és ott mindenféle általa, a teremtő által gonosznak tartott dolgokba fog bonyolódni az ember. A cívódás, az irítség, a dicsekvés, a hazugság, ez mind megelőzhető azzal, ha az ember teljes szívéből a parancsolatokban akar élni, és meg akarja ismerni azt, és úgy fog élni. Ugyanúgy a fizikális része a parancsolatoknak, mint a spirituális. Nem lehet egyiket a másik fölé rendelni. Nagyszerűen elmondja azt, hogy nem lent tud az ember lavírozni a két világ között. Hiszen a fa nem teremhet két gyümölcsöt. Az ember nem szolgálhatja Mammont és Jahuát. De ha már a fáról van szó, hogy a fügefa nem teremhet olajmagvakat, nézzük, mi az, amit a megváltó mond. Lukács 6-os fejezet 44-46. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, ahogyan Jakob azt mondja, hogy egy fa egyfajta gyümölcsöt teremhet, vagy azt, hogy a bölcs és az okos mutassa meg a jó életéből az ő cselekedeteit a bölcsességének szelídségével. Azaz a fa megismertetik a gyümölcséről, az ember jó élete az ő cselekedetei által ismertetik meg. Ez az a gyümölcs, amiről beszél. Ahogyan az ember viselkedik az emberekkel és a teremtővel, nem lehet az egyiket a másik nélkül csinálni. Nem lehet az, hogy én mindenkit szeretek, de a parancsolatokkal nem foglalkozom. Ugyanúgy, ahogy nem mondhatja azt az ember, hogy én megcsinálom, mint egy robot a parancsolatokat, a többi engem nem érdekel. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederináról nem szednek szőlőt. Ahogyan azt Jakov mondja, hogy a fügefa olajmagvakat nem terem, vagy a szőlő fügét. Megismétli azt, amit a Messiák mondott. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót. Mit mondja Jakab?
hogy a jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességének szelídségével megmutatja az okos. Ugyanúgy, ahogy a megváltó beszél erről. A jó ember az ő szívének jó kincséből, mert a szív az, amiben az ember megmutatkozik. Ott lakik az a lélek, ami bennünk van. Vagy a teremtői, vagy az ellenségi. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívének teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nékem, Adonai, Adonai, ha nem mívelitek, amiket mondok? Minek beszélsz, hogyha nem úgy élsz? Nem azt mondja Jakab, hogy csak az fontos, amit mond. Az a lényeg, amit a 13-asban ír, hogy mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességének szelídségével, hiszen az ő cselekedetei és beszéde elárulja, hogy mi az, ami az ő szívében van. Ugyanerről beszél a megváltó is. A szívéből hozza elő a jó kincset, megismertetik a viselkedéséről és a beszédéről, és ő az, aki az övé. A többi, aki össze-vissza beszél, vagy kétfelé beszél, az a gonoszságot mutatja meg a cselekedeteiből és a beszédéből, hiszen elárulja, hogy mi lakik a szívében. És az az ember, aki nem csinálja azt, amit ő mondott, mit mondott, hogy a Tora az, ami az igazság, akkor azt fölöslegesen beszél. Úgyhogy ez sajnos igaz a legtöbb vallásra a világon. Teljesen mindegy, hogy mennyi nagyszerű dolgot beszélsz, vagy csinálsz, vagy gondolsz, vagy mondasz, vagy hirdetsz, vagy profétálsz. Aki nem úgy él, ahogyan ő mondta, ami a parancsolatok szerinti élet, a Tora instrukciók szerint, hiszen erre utalt vissza az előbb, láttuk Márk 12:29-33-ig, az nem az övé. De ha elolvassa valaki Máté, Jahu Máté 7:21-24-et, akkor látja szintén, hogy a cselekedet önmagában az a nagy profétálás meg gyógyítgatás az nem lesz elég. A gonosztevő az nem kerül be. Ki a gonosztevő? Aki nem a törvények szerint. És így megint körbeér az ember. 16. Mert ahol irítség és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet. Azaz, ahogyan beszél az ember, az nem csak, hogy elárulja, hogy mi van az ő szívében, és fel lángra gyújtja önmagát, hogyha nem úgy él és nem úgy beszél, hanem a többi embert is az ő környezetében, hiszen háborúságot teremt, és mindenféle gonosz cselekedet, hiszen ezt terjeszti. Ezért mondja azt, hogy ne legyetek sokan tanító. Mert nem értik az emberek sokan, hogy miről van szó. Inkább fogd be a szádat, mint hogy össze-vissza beszélj, és azzal háborúságot és mindenféle ostoba dolgot terjessz el az emberek között. Matityahu 15:11-ben maga a messiák egyetért ezzel tökéletesen. Nem azt fertőzteti meg az embert, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Ugyanúgy, ahogy amit Jakab beszél. Nem csak őt, hanem az összes többi embert körülötte megfertőzteti az a dolog, ami kijön az ember száján, hiszen az az, ami a szívében van. A teremtő azt akarja, hogy az ő parancsolatai legyenek ott. Azonban, ha nem az van, akkor az megfertőz mindenki más. Közben én mondom az ostobaságot, az én véleményemet, az én filozófiámat, megfertőzöm az embereket, gonoszság jön ki a számba, háborúságot szül, miközben mi az, amit ő akar? Az ő törvényei legyenek ott a szívben, és aztán ez jön ki a számon, és ezt terjesztem. És békességet, és szeretetet szül, és az embereket visszavezeti a teremtőhöz, és életet ad a végén. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, 17-es vers így szól, így folytatódik. Azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal, jó gyümölcsöket teljes, nem kételkedő, nem képmutató. Ez az a bölcsesség, ami Elohimtől jön. Ez az, amire tanít a parancsolat, hogyan legyen az ember békeszerető. Mi az, amire szükségünk van? Tisztaság, békeszeretés, méltányosság, engedelmesség, irgalmasság. Mi az, amiről beszél Matthew 5-ös fejezetben? Jahusa, mikor pedig látta Jahusa a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. Megnyitván száját tanítja vala őket. Mondván,
Boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyekországa, akik szerények, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, az, aki szenved most. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mi az igazság? Az ő tanításai, az instrukciója, a Tora. Boldogok az irgalmasok, ugyanazok az irgalmasok, akikről Jakov beszél, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők Elohimet meglátják, mi az, ami nekünk kell, tisztaság. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Elohim fiainak mondatnak. Mi az, amire még szükség van? A békeszeretés. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert ővék a mennyek országa. Ugyanarról beszél mindenki. Próbálják bemutatni a Torát, az instrukcióit, a mindenható szavát különböző oldalról. Az, hogy ez a szeretet, hogy ez a békeszeretés, hogy ez a méltányosság, az, hogyha az ember megtartja az ő szombatnapjait, az az engedelmesség. Az, hogyha az ember szereti a fele barátját, mint önmagát, az az irgalmasság. Ez az, ami ezek a dolgok, ha az ember a Tora szerint él teljes szívéből, ezek azok, amik majd aztán jó gyümölcsökkel teljes életet fognak szülni. Amikor az ember meg tudja majd mutatni a jó életéből az ő cselekedeteit a bölcsességnek szelídségével. Hiszen ő úgy él, ahogyan a Teremtő azt megmondta. Nem kételkedő, nem képmutató, nem kétfelé beszél, hanem úgy él, ahogyan a felülről jövő bölcsesség azt arra megtanítja. Utolsó verszak. Az igazság gyümölcse pedig békességemben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Azaz arra törekszenek, hogy az emberek közt béke legyen. Nem arról van szó, hogy nincsenek viták, vagy nincsenek ellentétek, vagy mindig mindenki mindenkivel egyetért. Arról van szó, hogy arra törekszünk, hogy békességet teremtsünk az emberek között és önmagunkban. És azáltal, hogy önmagunkban az van, az ember szívében lakik a törvény, és az beszéli, azzal tudja mindezeket a dolgokat elérni. Akkor lesz tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmas, jó gyümölcsökkel teljes. Akkor tudja megmutatni a jó életéből, a jó cselekedeteiből, a szelídségével az ő bölcsességét, és ekkor békét teremt, és így szeretheti az embertársait és önmagát. És a Teremtővel így érheti el azt a viszonyt, amire a Teremtő mindig is vágyakozott. Hogy az ő teremtménye őt szolgálja engedelmesen, alázattal, szeretettel. És ő viszonozhassa azt. A háborúság, a gonosz cselekedet, az irítség, a civakodás, az egy csoportot képez, az egy út. A tisztaság, a békeszeretés, a méltányosság, engedelmesség, irgalmasság, a jó gyümölcsök, a bölcsesség, az okosság, az a másik út. Ez a másik út, ez keskeny, ez a szűk kapuhoz vezet. Ez az, ami az élethez vezet. Ehhez tanulni kell, ehhez munkálkodni kell, ehhez változni kell az embernek, ehhez áldozatokat kell vállalni az embernek. A másik úton mindent lehet. Azonban a két út az, ami közül választhat az ember. A széles út egyszerűbb, de az a pusztuláshoz vezet. A keskeny út nagyszerűbb, és az az élethez vezet. Engedjétek meg, hogy Tehelim első fejezettel fejezzem be, 1-től 6. versig így szól. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem Jahua törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencséje része. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja Jahuva az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Hallelujah.